A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja Kocsis Évával. Három nyolc lesz, hét perc múlva. Van ennek a bizonyos uniós csúcsnak egy másik aspektusa is, amiről az előző órában beszéltünk, ez pedig ugye vonatkozik az elképzelés a szuverenitásra, a nemzeti parlamentek szuverenitására, az európai integrációra, és a legnagyobb vitát az a bizonyos vészfékrendszer váltotta ki, ez az a szociális ellátórendszerre vonatkozó passzus, illetve, ami még szintén nagy vitára adott okot, az az, hogy hogyan határozzák meg, milyen módon határozzák meg a családi pótlékot. Ez az, aminek az elfogadását, mert hogy végül ezt mindenki aláírta, aminek az elfogadását bírálja az LNP József a párt szóvívője a stúdióban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem elfogadható kompromisszum önök szerint? Szerintünk nem elfogadható kompromisszum az, amit David Cameronnak sikerült kiboltolni a Brüsszelben. Ugye ne felejtsük nem el. nekik, azt sem, hanem nekünk gondolom. Hát, hát, igen, tehát ne felejtsük el azt sem, hogy Cameron itt járt januárban, és bilaterális megbeszélés folytatott Orbán Viktor miniszterelnök úrral. Akkor is az, az akkori sajtótájékoztatón Orbán Viktor azt mondta, hogy ez még nincs befejezve, majd a V4-ek keretén belül Lengyelország fog tárgyalni a britekkel tárgyaltak is most a csúcs alatt, és hát úgy látjuk, hogy, hogy rossz irányba tárgyaltak. Orbán Viktor kiengedte a kezéből a magyarok érdekeit, és nem sikerült olyan megállapodásra jutni, ami, ami a kintélőknek a javát szolgálná. Na most ugye nagyon röviden ez azt jelenti majd, hogy ez a legalábbis a mostani, ezt ugye ahhoz, hogy az élet belépjen, ehhez majd akkor, amikor kérik ezt a britek, akkor lényegében kell a tagországoknak a minősített többséget, tehát ez még egyelőre nem ott tart. Hogy ezt holnaptól működik. De a lényeg az az, hogy négy évig működik ez a bizonyos korlátozás, aminek a mértéke egyébként folyamatosan csökken azzal összefüggésben, hogy valaki ott van a tagországban, és a, a családi pótléknak a meghatározásához. Figyelembe veszik majd az adott országnak, a származási országnak is a kifizetett családi pótléket. Mondja meg, hogy mi lett volna a jó kompromisszum az lett volna jó kompromisszum, ha nincsen kompromisszum. Tehát az Európai Unió... Ez egy nagyon európai mondjuk, megoldásnak hangzik. Az, az Európai Unióban azt mondjuk, és az LNP azt mondja, hogy nagyon rossz irányba mennek a dolgok. Tehát mi szolidárisabb és szociális alapokon nyugva Európai Uniót szeretnénk. Mi ennek a, ennek ezt az aspektust képviseljük minden szinten. A britekkel való tárgyalások uh, alatt is ezt képviseltük volna. Ez, én Ugye ezt itt, értem, ezt az állásfoglalást, vagy jól is hangzik nyilván, hogy ezek a szabályozások ne vonatkozzanak majd a magyar vagy az ott lévő munkavállalókra. Csak mindaz, aki egy kicsit is ismeri az európai politikát, az uniós politikát, tudja, hogy kompromisszumok nélkül előrelépés nincsen. S tekintettel arra, hogy mivel még, még mindig uniós tagországok vagyunk a britekhez, a visegrádi négyekhez hasonlóan, ezért mindenki tudta, hogy kompromisszumot kell majd kötni. Igen, de nem minden áron. Tehát mi azt mondjuk. Na jó, de azért hogy... mondjuk már egy olyan kompromisszumos javaslatot, amit ön aláírt volna. Hát én, én aláírtam volna egy olyan, olyan javaslatot, amit, amit sikerült volna úgy kikényszeríteni a britekből, hogy ne kelljen a kelet-európai, kelet-közép-európai országok munkavállalóinak hátrányos megkülönböztetésben részesülni Angliában. ez? a gyakorlatban, részletekben mi ez? Hát nézd, nem én ülök a miniszterelnöki székben, ha én ülnék a miniszterelnöki székben, akkor valószínű Magyarországon kezdeném a probléma megoldását. Azzal kezdeném, hogy az egészségügyben, az oktatásban, a közlekedésben dolgozóknak a bérét úgy olyan ütemben növelném, hogy senkinek eszébe se jusson az, hogy esetleg kivándorol Angliában. Mert ezek az emberek nem kalandvágyból mennek ki külföldre dolgozni, hanem azért mennek ki külföldre dolgozni, mert itthon nem tudnak megélni, itthon alacsonyak a bérek, és inkább itt hagyják a családjukat, és inkább elmennek külföldre családjuktól távolra, hogy ott meg tudjanak élni. És akkor lehet, hogy 10 év múlva, 15 év múlva hazajönnek, de valószínű, hogy ez sose fog bekövetkezni. Igen, ezekben a felvetésekben még vannak is jogos kritikák, de a kérdésem az nem ez ez volt, hanem hogyha ott ül a tárgyalóasztalnál, márpedig hogyha megteszi azt, hogy bírálja, hogy ez így nem jó, akkor nyilván azt is meg kellene tennie szóvivőként, politikusként, hogy azt mondja, hogy mert ezt így kellett volna aláírni. Ezt nem, ezt nem mondta még el. Hogy kellett volna? Mi, minek kellene benne lenni a dokumentumban? Hát nézze, ö, akkor ö, tehát, hogy nem nem, nem nem, a tegnapi vagy a tegnap előtti eseményeket kell alapul venni, hanem azt kell alapul venni, hogy Orbán Viktor 2010 óta kormányoz. Tehát, hogyha 2010 óta olyan irányba mentek volna a dolgok, amit az LNP mondott 2010 óta folyamatosan a parlamentben, akkor egy ilyen leülésre nem is került volna sor. Tehát itt már az alapfelvetés is hibás. Tehát az, LNP, az nem 2010 volna... óta van. Vannak sok, van, sok ez munkavállaló Nagy-Britanniában, pont, ez, Nagy van. Igen, ebben ez nem egy értünk. újkori jelenség, Igen, de nem válaszolt arra, hogy mit kellett volna aláírni ebben a bizonyos csomagban, amit az uniós tagországok aláírtak. Mindenesetre folytatjuk a témát. Az előző percekben az LNP szóvívőjét Gály Józsefet hallották.